A Sztár Portré legfrissebb műsorában Molnár Szabolcs, a Quimby és a Kutya vacsorája zenészével, Varga Liviusszal beszélget. Adásunk második felében tekintsék meg a zenésszel készült interjút. A Sztár Portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége egy zenész, akit legalább két zenekarból biztosan lehet ismerni, az egyik a Quimby, a másik a Kutya vacsorája. Meg még egyébként, na de hát ezekre majd menet közben, hogyha lesz időnk, akkor kitérhetünk, pszichológus is vagy, sőt, eredetileg te az vagy. És ott is zenét csinálok a legtöbbször, tehát tréningeket zenei tartunk. Terápia. Én mondjuk így, hogy terápia. Van, hogy csak fellazító program, van, hogy egy bizonyos tanulási folyamatnak a végén egy ilyen könnyű zene által katarzist nyújtva újra átismételjük azokat a bizonyos dolgokat, amikről szó volt. Dalírás, aznak előadása és ilyesminek a keretében. Bárkivel? Hát nem bárkivel, általában a vállalatok vezetői szeretnék összekovácsolni a vállalat felső vezetését, ez a leggyakoribb. Önfelettem mulatás és előadás, és egymásnak adjuk elő, szóval igazi lelki megtisztulás. Másnap persze ugyanúgy bemennek a munkahelyre, ugyanúgy öltönyt vesznek, egymással már máshogy fognak viselkedni, egymással már oldottabban, sokkal produktívabb lesz maga a munka, amit elvégeznek, hogyha egymást már ismerik egy kicsit belülről. Ha már mulattak együtt, voltak egy másféle szituációban is együtt. De aztán például hát szitták együtt a trénert, vagy hát bármi, ugye kirándulás ugyanez erre jó, és hát az együtt éneklés is. És akkor kérdezhetem tőled nyugodtan, hogy az igazi magyar zene, az a te fülednek, te lelkednek milyen? A Magyarországot körülvevő országok, népek, nemzetek népzenéjében, ugye, hát hogy mondjam, sokat kirándultam. Ez nyilván mélyebb nyomot hagyott bennem, mondjuk, mint egy liverpooli srác lelkében. És ez vissza is köszönt persze, akár a Kutya vacsorája, akár a Quimby dallamvilágában, hiszen ugyanez érvényes mindannyiunkra. Itt születtünk, itt élünk, ezek a dallamok szűrődnek be gyerekkorunktól. Közülünk mindenki eljár olyan zenekarokra, akik a népzenében gyökeredznek. A Lajkó Félix-től kezdve a Csíkzenekarig, hogy két nagyon híres és nagyon mondjuk ilyen toposzszerű alakot mondjak ebből a műfajból. De hát nézzünk Múzsikást, vagy Szász Csávásit, ezt mindenki hallgatja, legalábbis azok közül, akikkel én zenélek, mindenki. Na, hát ők viszont közvetítik felénk hát az elmúlt évszázadok alatt kialakult, vagy évezredek alatt kialakult magyar zenét, illetve ennek a keverékét, ami itt van, a Kárpát-medencében, meg a Balkánon, meg talán még Ukrajnából is szűrődik át ilyen hatás. Ezek soha nem ilyen egyértelmű dolgok. Tehát így játszunk mi magyar zenét, persze, magyarabb, mintha egy liverpooli srác szabad fantáziálása lenne. Benne vannak dolgok, de ugyanúgy viszont ugye szerepelnek benne afro-kubán dolgok, szerepelnek benne jazz alapú dolgok, a klasszikusra gondolok, amit ugye afrikaiak, feketék zenéje volt, ez az Egyesült Államok déli részén, a New Orleans-i vonal benne van, a rock benne van, ami gyakorlatilag egy ilyen amerikai, angol száz találmány. És most nevetni fogsz, de hogyha van egy ilyen mulatós zene, az is nyomokban magyar zenét tartalmazhat. Lehet, hogy diszkó alapja van, és most mindenkinek kinyílik a bicska a zsebében, és intellektuálisan elkezdünk fanyalogni, de az is szállít felénk valamit az elmúlt évszázadok tipikus falusi bájaiból, ahol nem volt se diszkó, se más behatás, csak ott húzták a srácok három hegedűvel, egy ütőgordon, vagy akármi is. És ezen kívül a népdalokat hallunk gyerekkorunkban, óvodában, hát ez is szintén, az nem lehet, hogy azt nem hallja valaki. A gyerekdalok szintén közvetítik felénk a régi magyar zenét. Nem kell emiatt aggódni szerintem, vannak hullámvölgyek. Volt, amikor nem volt erre törvény, és elárasztott minden rádiót a külföldi slágerek, csak azt játszottak. Tényleg, hát kivételes eset volt, ha egy kereskedelmi rádió bármilyen magyar nyelvű zenét betett, évekig tartott. Hát egyáltalán nem álltak le a zenekarok, felszaporodtak a koncertek, szóval az egyensúlyt a természet megtartja. Mindenféle szabályozás hiányában, vagy annak ellenére, vagy azzal együtt, az fönt fog maradni, hogyha igen, a zenés olyan, mint a víz, hogy egy utat tör magának úgyis.
Örülök, hogy ezt mondod, hogy akkor... Melyről buzog nagyon ám? Semmi okunk az aggodalomra. Semmi a világon. Nem tűnik el. Nem. És ráadásul a muzsikálás az, szóval bármilyen formában űzik is, ahogyan ezt a Frank barátom szokta mondani, kifogyhatatlan örömforrás. Ha egy kulcsomót rázol, ha dobolsz a lábadon, vagy csak fütyörésszel, vagy belül dúdolsz, anélkül, vagy ki, már az is egy folyamatos örömforrás. Egy ilyen örömforrásról nem mond le az ember. Azt, hogy a magyar ember szomorú, azt én kételem gátolom. Be teljesen biztos, hogy például egy szomorú hangzású sírós dal, az más, ez a sírva mulatás, az egy egész más dolog. Ez igaz, nem szomorú, szomorú az ember. Hát az azt jelenti, hogy a magyar ember, amikor szomorú, képes nem csak bebújni az ágy alá és picsogni, hanem dalra fakad, abból mulatás lesz, és hogyha rátölt, akkor talán még egyfajta a szomorúságból kihoz egy eufóriát. Ez egy feldolgozási mód, itt szublimáljuk az energiákat. Tehát azért, jó, nem szublima, de gyakorlatilag szublimáljuk. Most csak egy Anna Freudnak a gondolatára gondolom, hogy ő ezt használta erre. De amikor az agressziót le kell vezetni, és valaki beiratkozik boxolni, akkor az például azt hiszem szublimálja. Szóval ilyen pozitívan oldja meg. A humor meg a szublimáció a két nagyon pozitív megoldás, ami nem elfolytás, nem vezet rákhoz. Gondoljunk csak, ez egy nagyon fejlett feldolgozási módja a szomorúságnak, ami mindenkit ér, hát csak egy magyar embernek vannak meg rokonai, nem. De a magyar ember egy idő alatt feláll az asztalra esetleg, és ha megfelelő a társaság, akkor még egy tor is torkolhat, ahogyan velem már többször megtörtént, jó barátunkat fiatalon temettük. Ahogy mi is fiatalok vagyunk, voltunk, ő meg fiatalon halt meg. Az is egy sírva vigadásban torkolt. Itt nem a sírva a lényeg, itt nem az a lényeg, hogy a magyar ember úgy vigad sírva, hogy ha tök jó kedved van, akkor elsírod magad. Ez oda-vissza működik. Amikor összejövünk barátok közt, és beszélgettünk, akkor bizony nem csak egy ilyen hurrá, rihirőhi kell, hogy legyen, akkor feljönnek történetek. És hogyha feljön ennek a barátomnak az emléke például, pedig egy vidám összejövetelmen születésnap, akkor igen, rágyújtunk egy olyan nótára, aminek ő írta a szövegét, mert költő volt, akkor igen, akkor sírva vigadunk, de akkor is sírva vigadtunk, vagyis hogy vigadva busultunk, amikor az ő tora volt. Konkrétan a tor eseményén is sikerült nevetni is? Hogyne. Együtt is, akár együtt a családtagokkal is. Együtt is, igen. Hát az egy nagyon fontos dolog, amikor felidéztük a kedvenc pillanatait, a mi kedvenc pillanatainkat tőle. És ezeknek ő úgy volt főszereplője, hogy a felében ő jól jött ki ebből, a felében meg pólul járt. Úgy nevettünk, mintha ott lett volna köztünk. Ez is lenne az értelme ennek a dolognak. Megidézzük. Picit oda hívjuk magunkhoz még, mert fáj, hogy elment. Hát szabad gyerekkel néha engedni az érzelmeket, az nagyon fontos. Néha vagy mindig? Néha. Néha? Az nagyon fontos, hogy meglegyen ennek a ritmusa. Hát mindig nem lehet. Az eléggé antiszociális lenne. Az lenne az őrültség, vidomszorban. Hát vagy társadalomilag nem annyira előnyös, tehát előmenetelhez nem túl pozitív dolog az, ha valaki mindig azonnal, ahogy érzi magát, azt kiadja magából. Na de akkor mondod ezt a két variációt, hogy az egyik a humorral való feloldozás, igen. Ezt egyébként mondod, mint pszichológus, gondolom. Ugye? Hát ezt mondjuk így olvastam már, ahogy mondják, ezt a téma nagy ismerőjétől, vagy felfedezőjétől, Anna Freudnak hívták. Például, igen. Tehát ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, miközben megoldjuk és feloldozunk a nehézséget, ahhoz az egyik módszer a humor. Igen, azt a humorra mondják az egyik legintelligensebb megoldás. Mi kell ahhoz egyébként, hogy az ember, amikor nagyon lent van, akkor tudjon nevetni kívülről nézve saját magán? Mi kell ehhez? Azt mondod, egy kis intelligencia? Igen, de egyfajta elengedése ez az egónak. Tehát aki tud saját magán, a saját szituációján nevetni, az azon is képes nevetni, amit az egó például nem akar megengedni. Presztízsveszteség lehet benne. Megjelenhet a félelem, hogy már engem többé úgy nem vesznek komolyan, hogy kiderült rólam valami, amit én nem akartam megmutatni, a kiszolgáltatottság érzése, sok minden benne van. Aki ezeket bevállalja, és azt mondja, hogy igen, sem az imázsomnak, sem az énemnek, sem az én előrehaladásomnak nem fog ártani, vagy ha ez árt, akkor ártson, akkor ez is én vagyok, ha valaki képes egy nyíltan hozzáállni, akkor ez képes magán nevetni. Nem ritka dolog ez azért. Nem akarom túl misztifikálni, tehát az, hogy valakinek van humorérzéke, és a saját hibáján tudjon nevetni, röhögni akár, vagy mást nevettetni rajta, ez nem csak a humoristákra jellemző, rájuk nagyon. Ugye a jó humorista először is magával példálozik. Ha hallasz egy jó sztorit, nem azt mondod, hogy a szomszéd, akkor azt mondod, hogy a saját anyósod mondta. Hát a színpadon egyébként, de a színpadon, de otthon a humorista pedig lehet, hogy egyébként fapofa. Az lehet.
Vagy olyan humora van, hogy, hogy mások vérlázító a családtagoknak. Na de akkor mondja azért egyébként a zenekarokkal kapcsolatban is valamit, kutyavacsorája, Quimby. Van híred, amit most hozol, és mondjuk idén várható? Hát a Quimbyvel el fogunk kezdeni dolgozni egyébként most. Nem is tudtuk, hogy megálltatok. Hát úgy értem, hogy új lemezem, tehát mindig van valamiféle folyamatban lévő munka. Vagy egy videóklip, vagy egy feldolgozás, vagy készülés egy koncertre, műsor összeállítás, egy teátrumra, vagy egy varázszenére, különböző... Varázs? Hát igen, ez az félig improvizációs megjelenési formánk. A teátrum az a színházi programunk, a többiet az pedig a rock'n'roll úgy hívjuk, ugye szokásos fesztiválos klubos buli. Ezek között nem mindig szerepel az új számok írása. Most például májusban lesz egy ilyen szakaszunk, amikor 3 hétre bevonulunk a próbaterembe, és akkor ott szabadon alkotunk. Ami kijön, nem ígérünk semmiféle dátumot magunknak sem, hogy mikor lesz ebből lemez, de már nem titkoltan a lemezre készülünk, az új lemezre. Eltelt 1-2 év, rengeteg ötlet gyűlt össze a fejekben, ezeket meg kell mutatni egymásnak, mindig abból lesz valami. Kutyavacsorájával ellenkezőleg ott meg lezáródik egy ilyen lemezalkotási szakasz. Most megjelent egy nagy lemez, amikor klip lesz, meg rádiós számok is lesznek, szóval ezekkel sokat dolgoztunk. Rádiós dalt is készít, tervez direkt a kutyavacsorája zenekar, hát, ami direkt rádiósoknak. Úgy van, hogy abból ízlésesen kell elvenni, hogy a rádiónak ez az állandóan rövid számokat kell adni, mert ez a mániája a rádiónak. 20 mondjuk. Azért külön számot mi nem írunk.